Valószínűleg a szerkesztőink, Györgyi, úgy gondolkoztak, hogyha a Start Plus-ban már az első két téma az a zenéhez akkor kapcsolódik, legyen a harmadik. Akkor legyen az utcsó is, az utolsó is a zene. Zenével folytatjuk. Így van, Lobos Szalóki Lázár ének gitáros vendégünk. Jó reggelt kívánunk, és Vanyó Szilárd, ugye, mint a Dirty Sleepers. Jó reggelt kívánunk. Jó reggelt, szia. Annyira tudom, hogy a zenész az olyan, hogy amikor meglátja a hangszert, kezében tartja, már akarja, szólaljon meg, pengessen, fogja. Még egy picit várjatok. Kicsit türelemmel, jó? Rendben. Na, meséljetek nekünk egy kicsit arról, hogy milyen helyzet Erdélyben. Köszönjük szépen a kérdést. Pont most érkeztünk haza egy fantasztikus négyállomásos Partium és erdélyi turnéról, ami megvolt egy kicsit még turbózva azzal, hogy bejutottunk az egyik legkomolyabb román fesztiválra, egy borfesztiválra, Aradra, ahol 5 fokban és havas esőben játszottunk 2000 embernek, és az volt a legnagyobb élmény, hogy a magyar dalokat is próbálta mindenki énekelni. Úgyhogy ez egy nagyon megtisztelő, ilyen könnyekig hatódott. Milyen magyar dalokat énekeltek? Saját dalokat természetesen, saját. Illetve azért természetesen azt nem felejtjük el, hogy olyan zenekarokkal játszhatunk, mint például a Republic. Így, az a kapcsolat honnan jött nektek? Ugye sokan úgy ismerhetnek titeket, hogy így van. 2009-ben Békés megyében a szüleim egy kis városban nőttek fel, Eleken, és ott nagyon jobban voltam az akkori vezetéssel, és mondták, hogy a Republic elé keresnek egy jó zenekart, aki fel tudná hergelni a közönséget, amire Cipőjék a színpadra lépnek, és akkor mi megkaptuk ezt a lehetőséget, és hát és felhergelni. Igen, tehát hogy erre alkalmasak vagyunk, hogy bulit csináljunk, és azóta ez a barátság és tisztelet megmaradt a két zenekar között, és hát nagyon örülünk ennek. Aki nem ismert titeket esetleg, Szilárd, milyen zenét játszotok, mit mondanátok? Aztán majd meg is hallgatok. Hát igazából pop-rock keverék. Tehát a CD-n ugye igazából inkább populárisabb irányba megyünk. Koncerteken meg a rock, ami legfőképpen oda irányadó, tehát húzós legyen az a lényeg. Ugye a turné mellett az a hír járja rólatok, bocsánat Robi, hogy Tim Palmerrel is együtt dolgoztok, igen, vagy dolgoztatok, ez tart még ez a munka? Abszolút tart, és az az igazság, hogy olyan jóba lettünk a Timmel, és tényleg a fölhíve, hello Tim! A múltkor elmondta. Aki nem ismerné, azt mondjuk el, hogy kicsoda Tim Palmer. Tim Palmer a Bon Jovi-nak, a U2-nak, a Goo Goo Dolls-nak, a David Bowie-nak, Robert Plant-nek, Ozzy Osbourne-nak a producere, és most már elkészült a második dalunk is egyébként, ahol egy nagyon kedves magyar énekesnő, a Karidóra lesz a featuring, hogy így mondjam, és a Dirty Sleepers legújabb dalát is majd Timmel fogjuk elkészíteni, úgyhogy zsizsgünk, vagy hogy szokták ezt, nyüzsgünk. Igen, zsizsgünk, mindent csináltok. Most azt mondjátok meg, aki egy ekkora producerre tulajdonképpen összeköti az életét, a munkáját, ott a beleszólás mekkora arányú, mert azért ő tényleg vérprofi. Így van. Tehát ez azt jelenti, hogy amit ő mond, akkor mindenben hallgattok rá, vagy azért magyar srácok, azok kemény srácok, tudják érdekérvényesíteni saját nem, magukat. Nem, ezt nem csináljuk. Nem. Volt, amit benne megmondhatom? Persze betör minket, ez egyértelmű. Viszont hát elég határozott irányelveket szabunk meg ugye a zenei dalainkban, szerkesztésében. Tehát ezben Tim teljesen partner, és tehát ő tényleg segít kiaknázni a lehetőségeket a dalban. Azt is mondjátok-e, hogy kerültetek egyáltalán vele bármilyen kapcsolatba? Ugye 2009-ben, ahogy már említettem, voltunk az Egyesült Államokban megcsinálni az első nagylemezünket, utána elmentünk 3 Európa turnére, és amikor elkezdtem csinálni a szóló lemezemet tavaly, akkor egy angol kiadó szerződtetett engem. És akkor már dolgoztattunk a George Shilling-el, több lemezt elkészítettünk, aki egyébként a Madonnával, Oasis-szel és Mike Oldfield-el dolgozik, és ők egyébként ismerik is egymást Timmel. És ezeknél a producereknél van egy ilyen folyamatos kommunikáció, küldözgetik egymásnak a dalokat, és nyilván amikor mi megkerestük Timet, akkor tudta, hogy mi már dolgoztunk a George Shilling-el, vannak itt nemzetközi különböző kisebb. És így gondolod, hát én megkeresem Timet. Persze. Hát ha nem merünk álmodni, akkor ki, ha mi nem hiszünk ebben, akkor ki higgyen benne. Igen. És a nagy számok törvénye alapján, tudod, a hívás listát, hogy végzett. Nagyon kedves volt. Viszont szóra biztos sikerült. Elsőre sikerült, hál' Istennek. Hát, szerencsés. A közös munkát, azt hogy kell elképzelni egyébként? Ti odautaztatok személyesen, vagy zenét küldtök, ez hogy történik? Az most várat, pont most beszéltük, hogyha vége lesz ennek a turnénak, és megcsináljuk a következő Dirty lemezt, akkor szeretnénk menni egyébként Amerikába meglátogatni Timet, és van is rá egyébként lehetőség. Szerencsére én azt gondolom, hogy ez jövőre valamikor meg fog történni, de jelenleg a munka úgy zajlik, hogy hála jó Istennek azért már van rengeteg technikai segítőeszköz. Bemegyünk a stúdióba, felhívjuk őt egyébként videóhívással, és akkor irányítja a kezünket. Egy apaként gyakorlatilag a legjobbat hozza ki belőle. Ugye a zenekar az már régóta működik, de
Valószínűleg minden zenekar életében ugye megvannak ezek a közép vagy hosszú távú tervek. Szilárd, nálatok ez hogy néz ki? Hát nálunk először is most a következő lemezünkre koncentrálunk. Tehát, most az a hány dal lesz? Hány dal terveztek? Hát 12-13 körül. Igen, tehát Lázárnak most készült el a szólólemeze, és azt befejeztük teljesen. Februárban jelenik. Így van, így van. A múltkori lemezünket azt már szétjátszottuk az idei 90 laza kis turnén, úgyhogy állomásos turnén. Úgyhogy koncentrálunk a következő lemezre. És hát a messze táv az nyilván az, hogy szeretnénk nagyobb sikereket elérni Romániában is, Németországban. Van egy csomó különböző ország, ahol hívják a zenekart, és hát nyilván az itteni álom pedig az, hogy eljussunk a legnagyobb csarnokokba játszani, szeretnénk majd egyszer az arénában játszani, szeretnénk a legnagyobb helyeken. Itt az ATV-ben is kellene most már egy kicsit játszani, mint hogy nem csak dísznek van. Annyi, hogy veletek már... futunk ki, jó adásban, azt tudjátok, mi elköszönünk a nézőktől, köszönjük szépen mindenkinek a megtisztelő figyelmet ezen a héten. Jövő héten Trütkóval dolgoztok, és Dirty Sleepers pedig akkor zenél. Nem titok, azért ébredek fel, hogy a világot felrajzoljam nekünk. Nem titok, azért ébredek fel, hogy az utunk összeérjen bennünk. Csak nézz rám és lásd meg, mit akarok. Ami szememben látsz, az már nem titok. Mert én is azért születtem, hogy boldog legyek. Átmászni érted minden hegyen, kutatom a titkát bárhol legyen. Mert tényleg azért születtem, hogy boldog legyek. Egy perc is hosszú, hogy haragudj rám, a végén ugyanoda kerülünk. Behúny szemeimmel azt látom, ahol mindig együtt leszünk. Hiába próbálnak, nem sebeznek meg, mi együtt létezhetünk. És hozzám újra nézed, ahogy felkel a nap, a sugarai táncolnak velünk. Csak nézd rám és lásd meg, mit akarok. Ami szemembe látsz, az már nem titok. Mert én is azért születtem, hogy boldog legyek. Átmászni kérted mindent.